népszerű sportot egyre több fiatal választja. A Vitásport Egyesület szervezésében nyáron strandon, az őszi-téli hónapokban pedig Szekszárdon teremben edzenek. Kemény felkészülésen vannak most túl, négyen közülük először indulnak az országos bajnokságon. Én előtte 8 évig judoztam, és durván két éve kezdtem el röplabdázni. Az egyik osztálytársam hívott, hogy nézzem meg, és nagyon tetszett. A fiúkat, akik itt edzenek, többségében az fogta meg a sportban, hogy csapatban játszhatnak. Igazából úgy jött, hogy barátaim mondták nekem, hogy lehet Szekszáron ilyen sportolni, és akkor nem sportoltam pont semmit, és kipróbáltam, hogy milyen, és azóta tart ez az egész, lassan 2 éve, eddig nagyon tetszik. Erre a versenyre úgy készülünk, hogy hát egyrészt keményen lejárunk, rendszeresen labdázni, erősíteni például, és úgy gondolom készen állunk hát a holnapi versenyre és a holnap utánja is. Amikor láttam, ahogy mások játszanak tévén, videóban, és hogy megtetszett ez a sport, eljöttem. A közösség fantasztikus volt, ezért elkezdtem egyre többet lejárni, és van egy motivációm, hogy lejöjjek, edzek folyamatosan, és hogy megnyerjem az országos bajnokságon. A lelkiismeretes kemény edzések után mindannyian felkészülten és nagy reményekkel várják a bajnokságot. Jól állunk, kiemelés szerint negyedikek vagyunk, reménykedek is benne, hogy a legjobb 4-be be tudunk kerülni, mert az lenne a cél elsősorban, de minél tovább, én jóra számítok. Ez volt az első szezonunk a terem röplabda bajnokságban az utánpótlás csapatainknak. Eddig években csak a strandon indultunk a gyerekekkel, de most bevállaltuk, mert olyan nagy lett a létszámunk, hogy az U17-es lánycsapatot és az U15-ös csapatot beneveztük a régiós bajnokságba, mind a két csapattal végigversenyeztük az évet. Egész jó eredmény született, az U17-es lánycsapat a második helyen végzett, az U15-ös lánycsapat, akik megnyerte a régiós bajnokságot, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve velük. Ahogy véget ért a teremröplabda szezonban, lecsaptunk itt a strandröplabdába, és hát július elején kezdtünk egy jó hangulatú edzőtáborra Domboriba, egy 4 napos táborral. Itt mindjárt volt 2 verseny is a gyerekeknek, de igazándiból, akik a legjobban szeretnek strandröplabdázni, azok már elkezdtek januártól Pestre járni strandröplabda versenyekre. Itt a gyerekek pontokat gyűjtenek, és aki a legtöbb pontot gyűjti, azok bejutnak az országos döntőbe. Hál' Isten az idei évben már több párosunk is bejutott az országos döntőbe, ami pont a héten lesz. Nyáron 3 edzés van, ugye kedden, pénteken vagyunk itt a szekszárdi strandon, 5 órától, elég rugalmas, azért néha ez a 7 óra vagy még tovább húzódik, attól függ, meddig van kedvük játszani a gyerekeknek, és csütörtökönként pedig Domboriban van pályánk, ott vannak röplabda edzéseink. A röplabda iránt érdeklődők számára elérhetőek az edzések az Egyesületnél Szekszárdon és Tolnán is. A nyáron több megmérettetés is lesz a szekszárdi strandon, ahol szintén várják az amatőr versenyzőket és a nézőket is.